A béremelésről szóló törvényt végül láthatták, egyhangulag fogadta el az országgyűlés, tehát mindenki igennel szavazott. Előtte azonban a parlamenti vitában, illetve az elmúlt napokban több ellenzéki képviselő bírálta a javaslatot. A baloldal több területen, több dolgozónak gyorsabban és még több pénzt adna. A Fidesz szerint ugyanez a baloldal egyszer már tönkretette az egészségügyet, és megalázóan alacsony bérért dolgoztatta az orvosokat. Nem lehet zárt műhelyekben diktátumként meghirdetni a reformot. Ugyanakkor nem fogom megengedni, hogy visszaforduljunk. Gyurcsány Ferenc a 2005-ben meghirdetett 100 lépés programja keretében az egészségügy szinte minden területéhez igyekezett hozzányúlni. Ebbe a körbe tartozott a vizitdíj és a kórházi napi díj rendszerének bevezetése is. A beteg látja, hogy mennyibe kerül az ő gyógyítás, a számlát fog kapni. Az akkori MSZP-SZDSZ koalíció azt remélte, hogy az így keletkezett többletbevételek 30%-át az orvosok és az egészségügyi szolgáltatók bérének növelésére tudják majd fordítani. Az ötlet végül hatalmasat bukott a 2008-as szociális népszavazáson. Az Origo.hu arra emlékeztet, hogy ugyanebben az évben döntött a második Gyurcsány kormány a 13. havi bér elvételéről is, ami érintette az egészségügyi dolgozókat is. A hírportál felsorolja azokat a képviselőket, akik akkor és ma is országgyűlési és EP képviselők vagy önkormányzati vezetők voltak. Alap megjegyzi, hogy közöttük feltűnően sok a most már DK-s politikus. A parlamentnek benyújtott egészségügyi törvényjavaslat korszakos jelentőségű. Az Orbán kormány orvosbéremelést rögzítő egészségügyi törvényjavaslata kapcsán Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, expozéjában úgy fogalmazott, a koronavírus járvány idején összefogásra van szükség. Ennek megszilárdításának része pedig az orvosbérek nagyarányú rendezése. Selmeci Gabriella, a Fidesz vezérszónoka arra emlékeztetett, a kormány 2010 óta következetes lépésekkel segíti az egészségügy talpraállítását, aminek fontos mérföldköve a béremelés. Tisztában vagyunk az orvosok és az egészségügyben dolgozók jövedelmi viszonyaival, mindemellett elismerjük áldozatos munkájukat, az egészségügyi ellátás nyújtásából rájuk nehezedő fokozott felelősséget. Amikor ebben a tortába belenézünk, a piskótájában üvegszilánkok vannak, amit pedig csokoládékrémnek szántak, az nem más, mint kátrány. A baloldali pártok ezúttal együtt szavaztak a kormánypártokkal, a vitában azonban még például azért aggódtak, hogy a javaslat nem minden egészségügyi dolgozó helyzetét rendezi, csak az orvosokét. Ezt tette a jobbikos Lukács György, de hasonló véleményen volt a DK-s Varga Zoltán is. Azt állította, a kormány hamis kártyásként viselkedik. Át akarja rázni ismételten nem csak az orvosokat, nem csak az egészségügyben dolgozókat, de az egész magyar társadalmat is. Az MSZP helytelenítette, hogy rapid módon tárgyalja a javaslatot az országgyűlés. Az LMP pedig épp az elmúlt évek késlekedését kifogásolta. A Párbeszéd szintén azt hangoztatta, hogy nem csak az orvosokat kell elismerni. Ez a törvény valóban nem a házi orvosokról szól, de a házi orvosok is sorra fognak kerülni. A házi orvosokra vonatkozó szabályozást is el fog fogadni a kormány, és az a jelenleginél kedvezőbb bérekre ad majd lehetőséget, jelezte a vitában Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.